Köszöntöm nézőinket! A Paragrafusok című műsorban már szóltunk a lakásszövetkezetek és társasházak jogi működéséről, de akkor nem is gondoltunk arra, hogy ezekkel az adásokkal egy lavinát indítunk el. Azóta ugyanis számtalan telefonhívás és levél érkezett a témával kapcsolatban, és mi képtelenek voltunk lépést tartani a kérdések megválaszolásával. Most azonban bízunk benne, hogy a mai fórumunk segítségével sikerül lemaradásunkat bepótolni. Adásunk alatt hívható telefonszámaink az 510 008 és az 510 009-es szám. Köszöntöm adásunk két vendégét, Nagy Emilt, aki a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya megyei szövetségének elnöke, és dr. Jilek Szabolcs, jogász. Tegyünk először különbséget a lakásszövetkezetek, illetve a lakásszövetkezet és a társasház formája között. Mi az egyikre a jellemző, és mi a másikra? Hát talán abban lehetne kezdeni, hogy mindkettőnek a tevékenysége nagyjából ugyanaz, hiszen mindketten épületeket, ingatlanokat kezelnek. Egyedül a tulajdonformában és a szavazási módban van változás a kettő között, és még abban, hogy a lakásszövetkezetek azok jogi személyiségek, még a társasházak azok magánszemélyekből alakult, közös név alatt vállalhatnak jogokat és kötelezettségeket, de nincsenek a cégbíróságnál bejegyezve, tehát nem számítanak jogi személyiségeknek. Különbség a tulajdonviszonyok között annyiba van, hogy a lakásszövetkezeteknél általában a lakások csak a tulajdonosoké, még a közös helységek és az ingatlan, a telek, az a lakás szövetkezeti önmagáé, még a társasházaknál a tulajdoni hányadba szabályozzák ezt. Különbség van a szavazásnál is, hiszen a társasházaknál a tulajdoni hányad a szavazási arányt adja meg, még a lakásszövetkezeteknél ahány lakás van, egy-egy szavazatnak számít. A lényege eznek ez, de hát természetesen még sok különbség van azért közöttük, amire esetleg a Jilek úr ki tudna térni. Szeretné ezt hozzátenni valamit esetleg? Hát rendkívül röviden. Mind a két forma a közelmúltban jogi szabályozás tekintetében jelentősen változott. Egyrészt mind a két formát korábban egy törvényerejű rendelet szabályozta. Mint ahogy tudjuk, nagyon jól a törvényerejű rendelet megszűnt, és a jogalkotóknak köszönhetően most már mind a két formának a szabályai törvénybe iktatták, és törvény foglalkozik vele. A szövetkezetekről szól a 1992 évi egyes törvény, amelyik átfogó szövetkezeti szabályozás, és ennek van egy különös része, amelyik azokkal a specifikumokkal foglalkozik, amelyek kizárólagosan a lakásszövetkezetet érintik. A társasházak is a közelmúltban változtak a 77 évi 11-es törvényi rendelet helyébe a megváltozott körülményekre tekintettel, mert ezt nagyon jól tudjuk, hogy azért rengeteg új társasház jött létre az állami tulajdon elidegenítése kapcsán. Szintén törvény szabályozza a 97 évi 157-es törvény. Hát a Nagy Emil úr a jelentős jogi eltéréseket és szabályokat azért összefoglalta. Én ennyit szerettem volna csak hozzátenni. A legtöbb kérdés azzal kapcsolatban érkezett, hogy miként lehet kiválni a lakásszövetkezetből. Gondolok itt egyéni, tehát lakásszinten, egy egész háztömb szinten. Igen, hát ez régóta foglalkoztatja a szövetkezeti tagságot. A 92 évi 1-es törvény lakásszövetkezetekre való rendelkezései egyértelműen kimondják, hogy a lakásszövetkezetből, vagyis nem adnak lehetőséget arra, hogy a lakásszövetkezetből egy épület kiváljon. Tag kiléphet, nyilvánvaló, de ez csak olyan kötelezettségekkel jár, hogy továbbra is fizetni kell mindazokat, amelyek a lakás felépítés, tartásával, üzemelésével függnek össze. Ugyanakkor viszont nem részesedhetnek a szövetkezet bevételeiből. Tehát aki a szövetkezetből kilép, ugyanúgy fizetni kell neki nyilvánvaló a szövetkezeti épületben lévő lakásának a fenntartási, felújítási költségeit. Tovább lépnék, és a másik az izgalmasabb kérdés, hogy kiválás. Mint ahogy mondtam, ennek a fogalmát nem ismeri a törvény. Egyetlen egy lehetőséget ismer a 92 évi 1-es törvény, a szétválás fogalmát. A szétválás az azt jelenti, hogy egy szövetkezet szétválhat,
de egy másik szövetkezetet hoz létre, vagy másik szövetkezethez csatlakozik. Ez az egyetlen egy lehetőség és jogi forma ismert ma. Utána 100%-os, a tagok 100%-os szavazatával meg lehet szüntetni a szövetkezetet, még egyszer mondom, 100% szavazattal, és utána van mód és lehetőség arra, hogy netán-tán társasházát tudjon alakulni ez a volt szövetkezeti épület. Tehát jelen pillanatban semmi más mód nincsen. Ehhez azért annyit fűznék én még hozzá, hogyha ez a szétválás megtörténik, akkor természetszerűleg az új szövetkezetnek éppen úgy meg kell csinálni az alapszabályát, az összes telekönyvezési formulákat átvezettetni, sőt, ugye meg kell alakuljon az igazgatóság, felügyelőbizottság, és nem biztos, hogy ezt számítás nélkül el lehet jól végezni, mert lehet, hogy többe kerül a szétválás, mint hogyha együtt maradnának, és rendeznék azokat a fölmerült vitás kérdéseket, amik vannak. Ehhez kapcsolódó kérdés a következő. Amennyiben a házunkban élő tagok mindegyiket, tehát 100%-osan kilép a szövetkezetből, tehát megszünteti a tagságát, abban az esetben a szövetkezet használatába adott, tehát jelenleg szövetkezeti közös tulajdonban lévő házmesteri lakás visszaszáll-e a lakók közös tulajdonába? Ez rendkívül izgalmas és egyszerű kérdés. Tehát azt mondja ki a szövetkezeti törvény, hogy amennyiben szétválásról van szó. Tehát nem arról, hogy 100%-a tagság, mert itt megint a tagokról beszéltünk. Tehát, hogyha a tagok kilépnek, ezzel a státusz marad. Tehát ugyanannál a szövetkezetnél marad az épület, amennyiben csak a tagok lépnek ki. Ha szétválásról történt döntés, amit több lépcsőben kell a törvény értelmébe végrehajtani, mind azok az ingatlan részek, házfelügyei lakás, garázs, egyéb minden, ami az épületben az teljesen természetes, mint szerkezeti egység, követi ugye a jogi helyzetét magának ennek az épületnek. Tehát oda fog tartozni a házfelügyei lakás, a garázs és minden egyéb. Tehát igen, az épületben található. Igen. A következő a közös költséggel kapcsolatban van. A lakásszövetkezet vezetői úgy döntöttek, hogy megbüntetik az albérlő tulajdonosokat, azaz február 1-től albérleti hozzájárulást róttak ki rájuk, közös költség címen kell megfizetni. Ugyanis az indok az, hogy az albérlők állítólag rongálják a liftet, szemetelnek, felgyújtják a villanyt, hangoskodnak. A kérdés az, hogy jogos ez a megkülönböztetés, meg kell lefizetni, amikor ugye az a helyzet, hogy a tulajdonosok ugyanezt csinálják. Hát ez azt tartozik, hogy először is ehhez, hogy ez a döntése megszülethessen az igazgatóságnak, ehhez egy közgyűlési határozat kell, illetve az alapszabályokba kell ezt szabályozni. Hiszen elsősorban a szövetkezeti lakások arra épültek, hogy a szövetkezet tulajdonosai ott lakjanak. Ha most abból a lakásból albérlők lesznek, és egy ma már nem lehet nyilvántartani, hogy hányan laknak egy lakásban, hiszen nincsen lakónyilvántartókönyv, és nagyon sokszor 6-8-an laknak. Ha az alapszabályban ezt szabályozták, hogy ezért többletköltséget kell fizetni az albérlők, vagy irodának van kiadva, vagy bármi másnak, tehát esetleg nem rendeltetésszerűen is használják a lakást, de itt most albérlőkről van szó, dönthetnek abba, hiszen nem a tulajdonos használja azt, és előfordulhat, hogy többet kell takarítani utánuk, de ezek feltételezések, ezért ezt az épület tulajdonosainak, illetve a szövetkezet alapszabályába kell szabályozni. Ha ez szabályozva van, akkor jogos. Ha nincs szabályozva, akkor nem jogos. Ha alapszabályról beszélünk, akkor a társasházak esetén mindenkinek ugye bele kell egyezni. A társasházaknak nem alapszabályuk van, azoknak alapító okiratok van, és az alapító okiratoknak most épp az előbb hivatkozott Jelek úrra az új társasházi törvénybe, ott mód van arra is, hogyha módosították az alapító okiratukat, és van egy szervezeti működési szabályzatuk, és ebbe szabályozták ezt a kérdést is, akkor ott már nem kell 100%-os döntés, hanem ennél kevesebb. Tehát az alapszabály tulajdonképpen társasházaknál, ott ki az, aki ebbe bele tud szólni, hogy mi legyen abba benne? Maga a közgyűlés tud ebbe, vannak törvényi előírások, tehát amit kötelezően kell alkalmazni, és vannak olyanok, amit szabadon választottak, tehát én szabályozni akarom a házi rendet, azt a törvény nem írja elő. De azt, hogy én szabályozzam, tehát az a lakóközösség, a közgyűlése dönthet ebbe. Köszönöm. A következő kérdés, a probléma az, hogy márciusi lakógyűlésen megszavazták a lépcsőházi festést egyenlő arányban. Hozzáteszi az illető, hogy mindössze 15-16 ember volt a kb. 50
lakó közül jelen. Kérdés az, hogy jogos-e, hogy így döntenek, és az, hogy neki ezt így meg kell-e fizetnie. Egyenlő mértékbe kell. Igen. Igen. Nos, társasházban a közös költségek viseléséről elfogadta a törvény és azt a rendező elvet, ami a közös tulajdonra vonatkozik a polgári törvénykönyvbe. Hogy mindenki a tulajdoni hányadának megfelelően húzza a hasznokat, viseli a terheket. Ugyanakkor kimondja a törvény, hogy mód és lehetőség van rá. Ha és amennyiben a közgyűlés másként rendelkezik, akkor más módot válasszon a költségek viselésére. Ezzel kapcsolatban én a következőt tudom mondani. Mindenképpen a közgyűlés hatáskörébe tartozik a költségek viselésének a meghatározása, ennek módja. Amennyiben egy olyan határozatot hoznak, amely kisebbség érdekeit sérti, gondolunk itt éppen a kisebb területű tulajdonokra, lehet ez lakás és más is, akkor nyilvánvalóan jogorvoslattal lehet élni. Jogorvoslattal lehet élni a közgyűlési határozataival szemben, amennyiben ez törvényt, jogszabályt, alapító kiratot, szervezeti működési szabályt sért, vagy kisebbség jogos érdekét sérti. 60 napon belül, és rá nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez jogvesztő határidő. 60 napon túl nyilvánvalóan már nem lehet igényt érvényesíteni, bírósághoz lehet fordulni. Lakásszövetkezetnél mi a helyzet? Lakásszövetkezetnél hasonló módon, amennyiben jogszabályt és alapszabályt sértene, akkor viszont rövidebb határidő áll nyitva, mindösszesen 30 nap, ez alatt az idő alatt lehet bírósághoz fordulni jogorvoslatért. Így hangzik a következő kérdés. Kertvárosi Lakásszövetkezet egyik 30 lakásos épületében 20 nagyméretű és 10 garzon lakás van. A többség döntése alapján a közös költséget egyforma összegben kell megfizetniük. Jogos-e és mit lehet ellene tenni, ha nem? Alapvetően ugyanaz a kérdés, mint az előbb, hogy ezt alapszabályba kell szabályozni, de eleve úgy tűnik, hogy ez egy nagyon helytelen döntés, mégpedig azért, mert a lakásszövetkezeteknél sehogy sem lehet egyforma a közös költség, mégpedig azért nem, mert a felújítási alapképzését kötelezően írja elő egy kormányrendelet a lakásszövetkezeteknek, és ott alapterületre van vetítve. Tehát, hogyha 10 forint négyzetméterenként a kötelező felújítási alapképzés havonta, akkor a nagy lakásnál ez mindenféleképpen több. A többi költséget ezt lehet úgy határozni, hogy egyformán fizetnek, de ehhez is alapszabályba kell ezt rögzíteni, és én úgy érzem egyébként, hogy ez kisebbséget sért. Ebben az esetben, amit a Jilek úr mondott, 30 napon belül bírósághoz lehetett volna fordulni. Azért ezt még utólag is megtehetik, hogyha van ilyen problémájuk, hát az majd a bíróságon múlik, hogy elfogadják-e vagy sem, bár ez ugye a jogvesztő határidő volt, de más formát azért lehet találni erre. Persze, mert valahol az ember igazságérzetét az sérti, hogy nem is volt ott, amikor ezt a döntést hozták, oda költözött, és egyszerűen ezt hallja, hogy egyenlő arányba kell fizetni, vagy nem négyzetméter után. Igen, de bocsásson meg, ezzel azért valamit mondanák, hogy nem csak a később oda költöző nincsen ott a közgyűlésen, vagy esetleg az épületgyűlésen, hanem nagyon alacsony a részvételi arány úgy a társasházaknál, mint a lakásszövetkezeteknél. Valahogy az embereknek meg kellene érteni, hogy a lakásuk milliókat érnek, és a döntések, amit ott hoznak, ez mélyen a zsebüket is érintheti, tehát részt kell, hogy vegyenek a társasház vagy a lakásszövetkezet döntési folyamatába. Egy kérdés azért engedtessék meg, hogy ehhez hozzátegyek. Tudnék, olyan helyzettel is találkoztunk, és ez már tényleg fonák, hogy egy épületben a nagyobb lakások és a kisebb lakások aránya kétharmad, egyharmad. Tehát a jogszerű döntést meghozhatják a nagy lakások, és ezzel köteleznék a kisebb méretű lakásokat. Nyilvánvalóan itt semmilyen más út nincs nyitva, mint a bírói út. Tehát éppen ezért, mert itt adottak azok a feltételek, hogy jogszabály szerint lehetne dönteni, de ez nyilvánvalóan nincs is lehetősége és esélye annak az egyharmadnak, hogy ezt a döntést módosítsa. Ezek a speciális esetei, amikor feltétlenül bírósághoz kell fordulni és csak azt tud segítséget nyújtani.
Etelka utcából érkezett a kérdés. Mivel nem vagyok hajlandó a felemelt közös költséget fizetni egy pécsi lakásszövetkezetnél, ezért ki akarnak szárni a lakásszövetkezetből? Megtehetik-e ezt? És el kell-e költöznünk? Hát azt megtehetik, hogy kizárják a lakásszövetkezetből, hiszen az alapszabályban valószínűleg rögzítve van az, hogy bizonyos idő után föl kell, hogy szólítsák ugye a tartózásának a kiegyenlítésére, és hogyha valaki nem fizeti a közös költséget, akkor nem tesz eleget az alapszabályba előírt vállalásának, hiszen abban az van, hogy a közös költséghez hozzájárul. Na de ez nem azt jelenti, hogy a lakását el kell, hogy adja, hiszen az az ő magántulajdonában van, a kettőnek egymáshoz semmi köze nincsen. Azt, tehát még egyszer mondom, hogy megtehetik, hogy kizárják, ebbe az esetben elveszti azokat a kedvezményeket, amit esetleg élvez a szövetkezet tagsága. Gondolok itt arra, hogy kiadnak az épületbe szárítóhelységet, vagy bármi mást, és ebből bevétele van az épületnek, ebbe az esetben ő ebből nem részesedik. De felhívnám itt a figyelmét arra, hogy amennyiben a közgyűlés hozta ezt a határozatot, hogy ennyi a közös költség, és ezzel a közgyűlés egyetértett, akkor ő neki ezt fizetni kell, mert előbb-utóbb eljárás indul ellene, megfelelő jogi eljárásokat indítják meg. És ilyen kalud esetben a lakást terhelik? Még esetleg jelzáloggal terhelik, illetve később még árverezésre is kerülhet sor. Pécset már néhány társasházi és szövetkezeti lakást is elárvereztek. Tehát magyarul próbálja elfogadni ezt az embert. Költséget, vagy közös költséget. Garai utcából. Társasházunk kéményét fel kell újítanunk. A közös képviselő velem, aki a harmadik emeleten lakom, azonos összeget akar fizettetni, mint a földszinti lakóval, aki hosszabb kéménnyel rendelkezik. Helyes-e ez a döntés? Hát végül is a kérdés a maga nemében érdekes. Ha jogi oldalát vizsgáljuk a dolgoknak, akkor én a saját példámmal illusztrálnám ezt a kedves kérdés föltevőnek. Ugyanis arról van szó, én egy 10-szintes panelépület földszintjén lakom Kertvárosba. Fel sem merült bennem, hogy én a lift költségéhez nem járulok hozzá. Hozzá kell járulnom. Nyilvánvalóan, holott én a liftet egyáltalán nem használom, nem járok rajta, kívülállók és mindenki sokkal többet használja, illetve azok használják a liftet, én nem. Na most nyilvánvaló, hogy nem lehetne azt megcsinálni, hogy minden egyes esetben, hogyha most a tetőt kellene szigetelni, akkor csak a felső szinti lakókkal fizettetnénk meg. Tehát van egy épület, amelyben mindenki a tulajdoni hányadának megfelelően részt kell, hogy vállaljon a felújításból, tatarozásból, üzemelési költségből, mindenből. Tehát ebből adódik, hogy ez egyenlően oszlik meg a tulajdonos társak között. Tehát jogszerű. Ehhez, bocsánat, még azt hozzáfűzném, hogy ezzel a kérdéssel nagyon óvatosan kell bánni, mert hogyha megtagadják a kéményeknek a helyrehozatalát, akkor ebből komoly problémák lehetnek, a hatóság bírságolhat az építési hatóság, mint ahogy ez Pécset már megtörtént néhány lakásszövetkezetnél és társasháznál is, de hát ez elkerülhetetlen, annak ellenére, hogy nagyon sokba kerül. Következő kertvárosi nézőnk kérdezi, közös képviselőnk több éve nem tart közgyűlést, és nem is számol el. Mit tegyünk, hová fordulhatunk panaszunkkal, és ki a felettes szervünk? Igen, a kérdés egyik része rendkívül egyszerű, és erre választ ad a korábban idézett társasházi törvény, amely kimondja, hogy évente legalább egyszer kötelező megtartani a közgyűlést, és ennek a végső határideje május 31 napja. Tehát kötelező érvényű, jogszabályt sért, törvényt sért az a közös képviselő, aki nem tartja meg évenként legalább egyszer május 31-ig a közgyűlést. Ez a közgyűlés hivatott tulajdonképpen arra, hogy elfogadja az éves elszámolást, meghatározza a jövő feladatait, terveit, a közös képviselőnek pedig megadja a felmentvényt. A felmentvény arról szól, hogy átvizsgálják az egész gazdasági tevékenységét, és azt mondják, hogy ezt helyesnek találták, elfogadják, jogszerűnek, törvényszerűnek tartják. Ez a felmentvény. Na most nyilvánvalóan, hogy hová fordulhatnak, ez volt a kérdés másik oldala. A tagok
10%-a okés cél megjelölésével összehivathatja a közgyűlést a közös képviselővel, amennyiben a közös képviselő ezen kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget. Abban az esetben bármelyik tulajdonos társ jogosult a közgyűlés összehívására. Tehát ha 10% kéri, abban az esetben köteles összehívni, nem hívta össze, akkor bármelyik tulajdonostárs összehívhatja. Felettes szerv tulajdonképpen nincs, mert a jogi személyiségekkel bíró szervezeteknél, lakásszövetkezeteknél, mint ahogy beszéltünk, ott a cégbíróság gyakorolja törvényességi felügyeletet. Jelen esetben nyilvánvalóan nincs más, ugye, mint a bírói jogi út és az ügyészség, amiben olyan törvénysértés születne. Tehát végső soron akkor van nyitva az az út, hogyha nem tesz eleget a kötelezettségeknek, akkor a törvény betartatása érdekében lehet fordulni a bírósághoz. Ahogy nézem, a következő kérdésünk nem jogi kérdés, de bízunk benne, hogy meg tudjuk válaszolni, vagy bízom benne. A társasházban mindenkinek van saját vízórája. Telefonált a Tóth Jánosné a 332-120-tól. Ugyanakkor a ház főmérője mindig többet mutat. Kérdése, hogy akkor a saját vízóra végül is mire való? Hát ez egy elég nehéz kérdés olyan szempontból, hogy ugye azért szeretette be mindenki a saját lakásába a mellékvízmérőt, hogy az alapján fizessen. Sajnos ugye a leolvasások nem esnek mindig egy időpontra a főmérő és a lakások közti mérő között. De emellett még ha egy időpontba esik is, akkor sincsen egyezőség. Ebben az esetben van egy kormányrendelet, ami a 38/96-os kormányrendelet, és most ezt módosította a 37/99-es. Ez kimondja azt, hogy a bekötési főmérő az irányadó az elszámolásnál. Ebben az esetben nem lehet más tenni, mint a különbséget valamilyen módon az ott élőkre rá kell osztani. Mi is úgy érezzük, hogy ezzel valamit tenni kellene, ezért a szövetségünk a javaslattal ért különböző szervek felé, hogy vizsgálják felül ezt a kormányrendeletet, hiszen egyszer hitelesített és jó mérők vannak a lakásokba, akkor talán véleményünk szerint el kellene felejteni a vízműnek a bekötési mérőt, mert ez úgy működik, hogy mintha boltba én lisztet vásárolnák, és azt megmérik a pultnál, mégsem azt kell fizetnem, hanem amit a mázsán mérnek meg benne a raktárba. Tetszik érteni a különbséget? Tehát sajnos meg kell, hogy fizesse ezt a különbséget az épület. Vitatjuk ennek a formáját. Egyelőre még hogyan... így van ez. Igen. A második kérdése az illető hölgynek, hogy a házunkban mindig két közgyűlés van, mert az első alkalommal létszámhiány miatt döntésképtelnek vagyunk. Pont amiről az előbb beszéltünk, azonban a második gyűlésen még mindig ennél kevesebben szoktak megjelenni, de ekkor mégis határozatot hoznak. Hogyan lehetséges ez? Az idézett törvény lehetőséget ad rá. Tulajdonképpen egész addig el lehet menni, hogy akár két fő is hozhat döntést és határozatot. Ugyanis nem köti létszámhoz, azt mondja ki a jogszabály, hogy amennyiben az első meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, akkor 3 és 15 nap 3 nappal utána, illetve 15 napig bezárólag azonos napirenddel összehívott közgyűlés az függetlenül a megjelentek számától határozatképes. Tehát ha egy ember van jelen, akkor határozatképes. Nem határoz meg semmi mást. Elviekben ezt mondja ki, sőt gyakorlatában is így működik, jogszerű a döntéshozatal. Na most egyet viszont el szeretnék itt mondani. Ha kiküldjük a meghívót, erről is rendelkezik a törvény. Tehát már előre meg lehet határozni azt a napot, amikor a következő közgyűlést tartom. Miért fontos ez? Le kell írnom azért, mert akkor egyrészt új meghívót nem kell kiküldenem. Mindenki tudja, hogy miről van szó, tehát utána már nem hivatkozhat arra, hogy én, ha tudtam volna, akkor elmentem volna, hogy ilyen kérdésekbe döntünk. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék, ha itt tartunk, elmondani, hogy határozatot hozni kizárólag
csak a napirendben meghirdetett napirendekre vonatkozóan lehet hozni. Tehát olyan nincs, hogy adhok jelleggel valaki ott valamit a közgyűlésen előterjeszt, és ebben határozatot hoznak. Ennek pontosan az a lényege, hogy a közgyűlésen jelen nem lévőknek erről nincs tudomás, hogy erről döntés születik, mert akkor ő ugye vindikálja magának azt a jogot, hogy ebben részt szeretett volna venni. Tehát úgy érzi, hogy kizárták, és erre a törvény éppen ezért nem ad lehetőséget. Tehát csak a meghirdetett napirendek tekintetében lehet hozni határozatot. A 437-695-ös számról érkezett a következő kérdésünk. Társasházunkban több bérlakás van, így vegyes tulajdonú az épület, mivel nagymértékű víz- és távfűtési díjtartozásunk van, fenyegetve érezzük magunkat, hogy elzárják a vizet, a fűtést, és a közös képviselőnk pedig azt mondja, hogy ő nem tud semmit tenni ellene. Valóban így van ez? Az a helyzet, hogy valóban vannak vegyes tulajdonú társasházak még. Ez a vegyes tulajdon azt jelenti, hogy önkormányzati bérlakások vannak benne, akik végső soron a társasházzal nincsenek jogviszonyban, és a közös képviselő ő ellenük nem is tud eljárni, csak a tulajdonossal áll jogviszonyban, és itt a tulajdonost a közüzemi RT képviseli. A közüzemi RT viszont ugye a vízdíjat és a távfűtési díjat is a fogyasztókra hárította át. Itt a lényeg az, hogy azt kell tudni, és ezt a kérdésből nem derül ki, hogy a vízdíjat egy összegbe fizeti az épület és a távfűtést, mert ha egy összegbe fizeti, akkor sajnos ez az eshetőség fönnáll, hogy elzárják, hiszen akkor az egész épületet számítják fogyasztónak. Ha viszont mindenki külön fogyasztó, és külön fizeti a vízdíjat, és külön fizeti a távfűtési díjakat, akkor itt nem áll fönn ez a probléma, azért nem, mert azért egy furcsa lenne, hogyha ketten nem fizetnek a házba, és mondjuk a többi 60-nak lezárnák a fűtést és a vizet. Itt a szolgáltatóknak van feladata, hogy hajtsák be, és természetesen az önkormányzatnak is, mert a mai tapasztalatunk az, hogy az önkormányzati lakásokban élők nagyon sokkal tartoznak. Messzesről érkezett a következő kérdésünk. Tudomásom szerint a társasházaknak nem kötelező felújítási alapot képezni, közös képviselőnk mégis kiveti ránk. Van-e joga hozzá? Hát a közös képviselőnek kivetni nincs. Ezzel kell kezdeni. Itt egyedül jogosítványa megint a közgyűlésnek van. Valóban helyes a megállapítás, amíg a lakásszövetkezeteknél kötelező a felújítási alapképzés, addig a társasházak esetében nem tette kötelezővé a társasházakról szóló törvény. Ugyanakkor, amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy felújítási alapot képez, akkor viszont kötelező az összes tulajdonos társa nézve, amennyiben és ha ezt a döntést a közgyűlésen a jogszabályoknak megfelelően született meg. Tehát ettől kezdve kötelező. És azt is itt azért el szeretném mondani, mint amit mi rengeteget hangoztatunk a társasházak felé, hogy a felújítási alap képzését tulajdonképpen nem az határozza meg, hogy van erre egy normatíva vagy nincs, az előttünk álló feladatok. Milyen az épület műszaki állaga, mi az, amit meg kellene oldani, és ehhez kellene igazítani a felújítás alapot. A legtöbb helyen már így is néz ki, hál' Istennek. Bocsánat, ehhez egyet szeretnék hozzáfűzni, hogy felhívnám a figyelmet arra, hogy az 1/2000-es kormányrendelet szabályozza a felújítási alapképzés mértékét abba az esetbe, hogyha hitelt akarnak, felújítási kölcsönt akarnak felvenni, akkor ennek a mértékét ez a rendelet meghatározza, liftes épület vagy nem liftes épület, emellett, hogy 15 évnél idősebb vagy nem idősebb épület, ezt nézzék át a közös képviselők vagy a tulajdonosok, mert más esetben, nem, ha ezt nem tartják be, ennél kevesebbet képeznek, akkor nem kaphatnak kedvezményes felújítási kölcsönt. Egyik nézőnk eléggé elégedetten a közös képviselővel. Kérdése az, hogy miként lehet leváltani a közös képviselőt. Nem személyes ellentétekről van szó. Erről megint nagyon egyértelműen rendelkezik a törvény. A közgyűlés bármikor, ha leválthatja a közös képviselőt és a számvizsgáló bizottságot, is, illetve annak tagjait. Tehát a közgyűlés elé kell ezt terjeszteni, a közgyűlés ebben dönt, szavaz a közgyűlés, és ennek értelmében egyértelműen bármikor leváltható a közös képviselő, illetve a számvizsgáló bizottság.
Lehetséges-e az, hogy az illető, nem tudni miért, nem a közös képviselőnek akarja befizetni a díjat, hanem egyéb úton próbálja lerendezni, legyen az csekk, illetve ügyvédilletét? Hát többfajta módja van a közös költségbefizetésnek, hiszen vannak olyan épületek, ahol van, aki beszedi, közvetlenül elmegy a lakókhoz, de minden társasháznak van számlája, bankszámlája. Valószínűleg csekket is nyomatnak, vagy van pénztára. Tehát az, hogyha ő fizetni akar, biztos, hogy tud fizetni, és nem kötheti ki a közös képviselő azt, hogy már pedig csak piros színű postai utalványon lehet befizetni. És az, hogy csak neki, az sem. És csak neki, ez sem. Tehát ennek ő teljesíteni akar, a teljesítésben nem lehet meggátolni. Az, hogy ügyvédi letét beteszi, ez nem egy jó eljárás, hiszen ezek a közös költségek tartoznak arra szolgálni, hogy az üzemelési költségeket a vízszámlától kezdve a lakatos munkáig ezek fedezzék. Hogyha most ez bekerül egy ügyvédi letétbe, akkor nem tudja üzemeltetni az épületet. Tehát én azt mondom, hogy ő csak nyugodtan fizesse be bármely más formába, de ne ügyvédi letétbe tegye. Ha ezzel nem ért egyet a költségével, akkor közgyűléshez kell fordulnia szintén. Jókai utcai kérdés. Egy lakásszövetkezet a közös képviselőnk, de azt állítják, mégsem vagyunk tagok. Hogy lehet ez? Így nem kapunk kedvezményt, ami a tagokat viszont megilleti. Ez a Jókai utca, ez pont jó, mert hozzám tartozik ez a lakásszövetkezet, ugye mi vagyunk ott. Az a helyzet, hogy a társasház, mint közös képviselő, az mint vállalkozásként végzi a társasháznak a kezelését. Tehát mint egy magánvállalkozó lehet. Ők nem tagok, a szövetkezet tagjai azok tagok, de ők a társasháznak tulajdonosai. Ezért őre ők nem vonatkozik, ők nem lépnek be, hanem csak megbízták ezt a lakásszövetkezetet, hogy kezelje az épületeit. Ma Pécsen több lakásszövetkezet kezel társasházakat, mint egy vállalkozásként, ugyanúgy, mint egy magánvállalkozó, vagy mint egy magánközös képviselő. Itt elsősorban arról van szó, mert ilyen panasz hozzám is érkezett, itt ennek a szövetkezetnek van kábel-tévé rendszere is, és a tagok olcsóbban kapják a kábel-tévé szolgáltatást, mint az idegenek, és amellett ugye a bevételekből a tagok részesednek a szövetkezetnél, hát a társasháznál csak abból tudnak részesedni, ami az ő épületükben van bevétel. Ehhez talán még egy gondolatot is, ami jogi kérdés, nagyon egyértelműen eldönti a kérdést, lakásszövetkezet tagja ki lehet? Lakásszövetkezetnek az lehet tagja, akinek szövetkezeti épületben valamilyen saját tulajdonú ingatlana van. Ezeknek pedig nincs. Tehát következésképpen szövetkezeti tagok nem lehetnek. Már beszéltünk arról, hogy adóügyi kérdésekről nem biztos, hogy szeretnénk itt szót ejteni, de a kérdésünk így hangzik a 251-768-szor, hogy kell-e adót fizetni egy szövetkezeti lakástulajdonosnak, ha kiadja a lakását albérletbe? Hát én úgy gondolom, hogy ez valóban nem közvetlenül érint bennünket, de hogyha egy lakást valaki kiad albérletbe, akkor ebből bevétele származik, és ebben az esetben nem a lakásszövetkezeti jogszabályok vagy a társasházi jogszabályok vonatkoznak rá, hanem a személyi jövedelemadóra vonatkozó kérdések és szabályozások vonatkoznak. Ez az ő lelkiismeretén múlik, hogy ezt hogy vallja be, vagy hogy nem vallja be. Hogy kell, az egyértelmű. Ez kell, igen. A lakásszövetkezeti épületünk homlokzati szigetelését szeretnénk elvégeztetni, írták a Tarimre utcából, de néhányan ellenzik. Mi az eljárás, hogy hogyan kötelezzük őket, a többieket erre, hogy fizessék be? Pécs városában is, mint országszerte, a panelépületek nagyon rossz szigeteléssel rendelkeznek, hőszigeteléssel, és ezért megindult most egy folyamat. Sőt, ugye van egy német panelhitel, amiből lehet igénybe venni állami támogat, illetve hát kamat csökkentéssel hitelt. Most ezért most megindult ez a folyamat, és néhányan valóban nem értenek vele egyet. Azért nem, mert nem lehet másképp hitelt fölvenni, csak úgy lehet fölvenni, hogyha valamilyen ingatlan fedezetet biztosítunk a banknak. Most, hogyha a szövetkezetnek nincsen saját ingatlan, a garázsokra gondolok, vagy irodahelység, vagy házmesteri lakások, akkor csak úgy lehet fölvenni, hogyha a lakásra lesz jelzálog bejegyezve, mégpedig a ráeső érték mértékéig. Na most, hogy ezt meg lehessen oldani, a szövetkezeti törvény az 50%-ot ír elő, 50% plusz egy szavazatot mindenféle döntésnél,
De ebben az esetben én azt javaslom, hogy itt legalább kétharmados döntést kérjenek, és ebben az esetben ez már egy közös költségé válik, hogyha a közgyűlés így határozott, vagy a részközgyűlés, mert az épületnek részközgyűlés kell ekkor tartani, és később ezt ő neki ugyanúgy meg kell fizetni, mint azoknak, akik egyet értettek vele. Tehát ez a járható útja ennek. Ha a többség is, főleg a kétharmadot javaslom, ha az egyet ért vele, akkor nem tudja kihúzni magát alól, ha valamilyen formában fizetni kell. Hiszen a családi házaknál is kell mindig költeni az épületnek a fenntartására, javítására. Tehát itt is, hogyha az emberek azt akarják, hogy olcsóbban lakjanak, akkor erre sajnos be kell ruházni. Házmesterrel kapcsolatos a következő kérdés, hogy úgy látszik, hogy mindenki ki akar lépni és le akar váltani. A házmester miként váltható le, ki ellenőrzi az ő munkáját? Attól függ, hogy társasháznál vagy lakásszövetkezetnél. Ez lakásszövetkezet. A lakásszövetkezetnél az esetek nagy többségében, sőt, majdnem minden esetben munkaszerződés jön létre, és a munkáltatói jogot a szövetkezet gyakorolja, vagyis általában ugye első szemében vagy a gondnok, műszaki gondnok, vagy pedig maga a szövetkezet elnöke. Tehát munkajogviszonyról van szó. És ebben egyértelműen, tehát a munkatörvénykönyv rendelkezései lépnek be, fel lehet mondani rendes fölmondással, vagy rendkívüli fölmondással. Hát nem kívánok most a munkajogba mélyebben belemenni, de nyilvánvalóan, hogyha nem elégedettek a munkájával, az ellenőrzéséről is szintén a szövetkezet gondoskodik, nyilvánvalóan a saját rendszerén belül kisebb szövetkezet, nagyobb szövetkezet, megoszlanak-e feladatok vagy nem, közvetlen vagy közvetett ellenőrzés van, de mindenképpen meghatározott, hogy ki gyakorolja a munkáltatói jogokat és az ellenőrzést fölötte. Amennyiben észrevétel és panasz van a munkájával szembe, ezt be kell jelenteni a szövetkezetnek, a munkáltatói jog gyakorlójának, aki nyilvánvalóan a kérdést megvizsgálja, fegyelmi eljárást indít adott esetben, majd pedig tényleg, hogyha a munkavégzése olyan, akkor felmond, amennyiben a feltételei fennállnak, akkor rendkívüli felmondással. Ha nem állnak fenn a feltételei a rendkívüli felmondásnak, akkor rendes felmondással felmondat neki. Társasházak esetében mi a helyzet? Hát társasházak esetében a közös képviselő egyértelműen az ő feladat körébe tartozik, mivel itt ilyen apparátus nem dolgozik. Dolgozik abban az esetben, hogyha éppen nevezetesen egy szövetkezet látja el ezt a feladatot, bár az saját apparátussal rendelkezik, de általában a közös képviselő, amikor természetes személy, akkor nyilvánvalóan az ő feladat és hatáskörébe tartozik, és nyilvánvaló, hogy ezt a kérdést a közgyűlés elé terjeszti, és ebben a közgyűlés azt mondja, hogy tényleg nem elégedettek a munkájával, mondjon föl neki, és ezt a kérdést megvizsgálják, akkor a munkáltató jog gyakorlója, a közös képviselő ebben a kérdésben eljár ugyanúgy, mint a szövetkezetnél a munkáltató jog gyakorlója. Közös képviselőnk elkívánja adni a kertvárosi 10 emeletes épületünk tetőjét. Állítólag le is szerződött már, tudtunk nélkül. Hát, megteheti ezt? Teljesen egyértelmű, hogy nem. A közös képviselő ilyen jogosítványokkal nem rendelkezik. Egy nagyon fontos dolog az, hogy viszont van, amit el kell, hogy mondjak. Közös képviselő köt kifelé minden nemű szerződést. És ezek a szerződések nem korlátozhatók, és harmadik személyekkel szemben, tehát a társasházon kívüli körön, értjük a harmadik személyeket, minden szerződés, amit ő ilyen jogkörénél fogva megköt, az harmadik személyekkel szemben hatályos és érvényes. Ugyanakkor a szövetkezet, illetve a társasházi törvény őt kötelezi. Kötelezi, hogy az eljárásokat lefolytassák, hogy a közgyűlés döntsön benne. Ilyenkor adódik elő az az eset, hogy nyilvánvalóan a tulajdonosi közösség a közgyűlés döntése alapján eljárást indít, bírósági eljárást a közös képviselő ellen. Ez olyan, mint hogy nekem van egy bankkártyám, és azon van 100 000 forint, és én nevezetesen ebből az Eiffel-tornyot akarom megvenni, szóval nincs rá lehetőség. És akkor csalás ténye fönforog, tehát ő tulajdonképpen a hatáskörét túllépte, nincs rá jogosítványa, mégis kimondja a törvény, hogy harmadik személyekkel szemben kötött szerződése érvényes. Tehát ez két jogviszony takar, az egyik ő eljár a társasház képviseletébe, és ezt senki kétségbe nem vonhatja. Ugyanakkor van egy másik jogviszony a társasház tulajdonosi közössége és a közös képviselő között, amit a társasházi törvény szabályoz.
és ezen kereteket lépjük túl, ebben az esetben kell vele szemben eljárást indítani, tehát nem adhatja el. Ehhez annyit fűznék még hozzá, hogy talán ezt tudomásuk kell venni a társaság tulajdonosoknak is, és a közös képviselőknek is. Ilyen kérdés nem volt, de azért ezt elmondom, hogy a közös képviselő a közgyűlési határozatok végrehajtója. Nem ő a döntnök, hanem mindenkor azt kell végrehajtania, amit a közgyűlés határozott. Ha a közgyűlés az eladásról határozott, akkor arról, de önmagában ő nem dönthet ilyen. Tehát nem házi úr, hanem a közösség döntéseinek a végrehajtója. Talán még egy mondatot engedtessék meg, mert úgy érzem, nagyon ide kívánkozik, és fontos, hogyha tudnak róla társház tulajdonosi közösség tagjai, hogy rendkívül szigorú feltételeket szab a közös tulajdon elidegenítése tekintetében a törvény. Amennyiben a társasház alapító okiratának módosítására nem került sor, akkor továbbra is 100% kell ahhoz, hogy a közös tulajdonban álló részt el lehessen idegeníteni. Mindazokat természetesen, amit a törvény enged, amelyik külön albetétben kialakítható, és mindazok, akit a törvény, mindazok a helyiség, amelyeket a törvény nem tilt. Amennyiben viszont az új társasházi törvénynek megfelelően módosították az alapszabályt, akkor van már benne egy olyan kedvezmény, amivel rendkívül módon egyetértek, hogy az összes tulajdonos kétharmada dönthet az elidegenítésről. Azért fontos, hogy mind a 100% aláírja a társasház tulajdont alapító okirat módosítását, ezt rendeli a törvény is, mert jogról való lemondásról van szó. Tehát én ott tulajdonos vagyok, megilletne a rendelkezési jog a többi jogosítványok mellett, de erről le kell mondani, tehát jogról való lemondás van. Nem tudom, hogy én ellenezném éppen az eladást, de ennek alapján lehet, hogy én, lehet, hogy másik tulajdonos társ kizárólik a rendelkezési jogából. Nyilvánvaló, mert kétharmad dönthet. És nem lehet tudni, hogy ma én vagyok az egyharmad, holnap a másik. Tehát mindenkinek ahhoz, hogy ezt a döntést meg lehessen hozni, alá kell írni ezt a módosítást, és utána él ez a rendelkezés, hogy kétharmad dönthet. De mindenképpen egyetértek vele, mert azért az rendkívül furcsa lenne, hogyha egyetlen egy ember meg tudná vétózni a közösség akaratát. Mi a helyzet a bérleti díjakkal, tehát az, hogy kiadják bérbe a helyiséget? Vita van arról, hogy kutyatáp, tehát állateredel szeretnének ott árulni, és ő nem szeretné, mert ott lakik közvetlenül fölötte, megvétózhatja-e? Hát elvi oldalán sok mindenről szól az új társasházi törvény. A tulajdonosi jogosítványnak mind a 4 fő eleme tulajdonképpen megmaradt némi korlátozással. Tehát mindenkit megilleti a használat, hasznok szedése, rendelkezési jog, ugye, és használat joga. De ugyanakkor a használat kérdésében már a jogszabály beiktatott egy olyan rendelkezést, amelynek értelmében mindenki csak úgy gyakorolja, hogy más jogos érdekét ne sértse. Tehát, hogyha egy lakó meg kell határozni az új társasházi törvény értelmében, hogy az épület lakóház, üzletház, hát nyilvánvalóan rendeltetésének megfelelően másképp funkcionál. De egy lakóépület esetében teljesen természetes, hogyha ez zajos tevékenységgel jár, ha olyan tevékenység van benne, amelyik a lakók nyugalmát zavarja, akkor nyilvánvaló ez ellen föl lehet lépni. Tehát elég egy ember is? De ehhez hatósági véleményeket is be lehet szerezni. Tökéletesen így van. Tehát végeredményben két oldalon meg lehet támadni. Ugye az egyik a birtokháborítás ténye. Van is rá példa, éppen most folyamatban lévő ügyünk is van, ahol egy lakóépületben, ahol ez nyugodt lakóépület volt, tényleg idős emberek lakják, ott most ez átjáróházzá változott. Nagy áldozatokkal kaputelefont építettek be, hogy tényleg még nagyobb legyen az épület biztonsága. Ott most vad idegen emberek kulcsokkal járnak be, a lakók nem ismerik, zajongnak, szemetelnek, csikket dobálnak. Függőfolyosós épület, ahol kint vannak a függőfolyosón, nem lehet kinyitni a konyhaablakot, nem lehet úgy enni, mint eddig. Ugye teljesen megváltozott körülmények jöttek létre. Na hát erre az új társasházi törvény ad egy lehetőséget, hogy nyilvánvaló ettől ugye el lehet tiltani, meg lehet határozni, hogy mi az a tevékenység, amit lehet folytatni. Sőt, ha nem lakás céljára szolgáló helyiség áll valakinek a külön tulajdonába, ott meg is lehet tiltani különböző
használatokat. A következő, az illető vásárolt egy lakást, tudta, hogy van közös költségtartozása annak a lakásnak, de úgy gondolta, hogy majd ő ennyivel kevesebb vételárat fizet ki a lakásért. Igen ám, de az ügyvédnél így nem írták volna át a nevére, de ő szerette volna megvenni a lakást. Ebben a patthelyzetben mit lehet? Valóban ki kell fizetni a közös költségtartozást? Hát végül is két dolog. Egy adásvételi szerződés, ez nagyon izgalmas dolog. A legfontosabb tényező a birtokbaadás. Tehát írnak egy adásvételi szerződés, és akkor azt mondjuk, a birtokbaadás időpontjáig a régi tulajdonos terelik ezek a költségek, attól kezdve az új tulajdonost. Na most, hogyha én nevezetesen kevesebbet akarok fizetni ezért a lakásért, ennek a tartozásnak megfelelően azt az összeget levonom, hát akkor ez nyilvánvaló, hogy akkor a szövetkezetnek nyilvánvaló ki is kell, hogy fizessen. Vagy a társház részére ki kell, hogy fizessen. Ezt szerződésbe lehet minden további nélkül foglalni, hogy így vette meg, és ezt a kötelezettséget ő átvállalja. Tehát van lehetőség számtalan, még abban az esetben is, hogyha valakinek pénzintézet felé van tartozása, amennyire a pénzintézet ezt tudomásról veszi hozzájárul, akkor át lehet vállalni egyéb kötelezettségeket is. Csak hát nem úgy, hogy én kevesebbére veszem meg, és utána nem fizetem meg. Köszönöm, már is érkeztek a következő kérdések. Nem sok időnk van, de remélem azért még tudunk rá válaszolni. Huher Rezsőné a 449-645-ről egy 27 éves panelház körbeszigetelésének ügyében kihez kell fordulniuk? Most ezt nem tudom, hogy is szakember, vagy milyen értelemben. Tudunk-e válaszolni a kérdésre? Igen, én azt tanácsolom, mivel ez egy annyira bonyolult kérdés, hogy vagy a laktásznál, a fogadó napom az kedden délelőtt van, mindig keressen meg. Én tudunk pontos telefonszámot, vagy helyszínt? 212-277 ez a telefonszám, és a Konzum Irodaház első emelet 104-es szobájában van. Én ott akkor pontosan elmondom neki, mert ez pénzügyi, műszaki, bonyolítási kérdéseket takar, és erről el tudnánk beszélni körülbelül évfélig, hogy hogy lehet ezt megoldani. Emellett a kormány által létrehozott Energia KHT 15-én indít egy pályázatot, amire a lakosság is benyújthat, illetve a társaságok is benyújthatnak majd szigetelési pályázatra pénzhez jutásért. Tehát várjuk ezt meg, és utána keressen meg. Tehát ön 15-e után keresse meg. Következő, remélem jól olvasom, elnézést, ha nem, Tamás. Azokról a garázsokról, melyek szövetkezeti tulajdonban vannak, dönthet-e úgy a közgyűlés, hogy eladják őket? Hát természetes, hogy dönthet. Hát a közgyűlésnek a jogosítványa az, hogy eldöntse, hogy mi van a szövetkezet tulajdonával. Hát ez osztatlan szövetkezeti tulajdonba áll, mint ahogy a beszélgetésünk elején mondtuk, ez a különbség a társasház és a lakásszövetkezet között. Ami nincs a egyes tulajdonos társak magántulajdonába, külön tulajdonába, az mind a szövetkezet osztatlan tulajdonát képezi. Erről pedig senki más nem dönthet, mint a szövetkezet közgyűlése, mert neki van egyedül ilyen jogosítványa. Dönthet így, amennyiben a jogszabályoknak megfelelően hozta meg a határozatát. A 310-468-ról abban az esetben, ha egy ház esetén a közös képviselő és a házmester személye ugyanaz, akkor a juttatások összeadódhatnak-e? Hát ez két munka. Két munka, igen, ezek szerint. Tehát ha egy dolgozó valahol két munkakör tölt be, vagy két helyen dolgozik, akkor két fizetés jár érte. Válasszuk külön, hát ha egy házmester vagy takarító elvégzi a takarítását, liftere, ügyel, stb., tehát mindazokat a munkaköri kötelességét elvégzi, azért fizetés jár. A társasház, mint közös képviselő, az egy egész más jellegű munka, hiszen ott pénzügyi, számviteli, műszaki egyéb kérdések merülnek fel, és hogyha a közgyűlés az ő részére ezért fizetést, tiszteletdíjat, vagy hívjuk akárminek, szavazott meg, akkor természetszerűleg mind a kettő megjár, de két külön szerződésnek kell lenni. Ezzel végül is elvégezhető ugyanannak az embernek ez a két munka, mert valahol azért az egyik felettese a másiknak, nem? Vagy ez hogy van jogilag? Felettese a közgyűlés.
Tehát ha a közgyűlés társasház esetében, társasház esetéről van itt szó, mert úgy értettem, hogy társasházról van szó. Jó, igen. Hiszen lakásszövetkezetnél nincsen közös képviselő. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a közgyűlésen kell eldönteni, és ha a közgyűlés megfelelőnek találja mindkét munkakör ellátására, akkor nincsen ennek akadálya. Következő Jovánovics János. Az eredeti alapító okirat módosításához társasháznál 100%-os beleegyezés szükséges-e, és várható-e változtatás ebben az ügyben? Igen, mint ahogy mondtam, 100%-os hozzájárulás szükséges, azt is megindokoltuk, hogy miért. Mert jogról való lemondás van többek között. Ez egy nagyon releváns tény itt, hogy kétharmad dönthet a közös tulajdon elidegenítése tekintetében. Már maga ez az egyetlen egy kérdés is megalapozza ezt, hogy 100%-nak kelljen aláírni a módosítást. Nyilvánvaló, hogy történnek még egyéb módosítások egy társasház tulajdont alapító okiratba, nevezetesen például. Amennyiben a közgyűlés azt elfogadta és fölhatalmazta a közös képviselőt arra, hogy a 6 hónappal késedelembe esett fizetőkkel szembe, aki nem tett eleget kötelezettségének, közvetlenül letilthassa, illetve jelzálogjogot jegyeztethessen be a földhivatalnál. Ezt is az alapító okiratba kell foglalni, mert ellenkező esetben csak a közgyűlés hozhatná meg ezt a határozatot. Így viszont egy olyan jogosítvány kerül a közös képviselő kezébe, hogy közvetlenül minden további nélkül a földhivatalnál bejegyzésre alkalmas határozatot hozhasson. Tehát van egy sor módosítás, amit a törvény lehetőségként biztosít, de csak abban az esetben, hogyha ennek megfelelően az alapító okiratot módosították. És az egyik fő oka éppen ez, hogy ezért kell 100%, nem tartom valószínűleg ebben változtatás lesz. Nagyon fontos, hogy mi a társasház tulajdont alapító okiratok esetében éppen ezért csak azokat a kérdéseket szoktuk oda tenni, amit a jogszabály kimondottan oda utal. Minden egyéb kérdést, ami a gazdálkodással, költségviseléssel, teherviseléssel, közös képviselő feladatokkal, szervezeti dolgokkal van összefüggésbe, ezt mind a szervezeti és működési szabályzatba vittük át, értelemszerűen, mert akkor a határozat képes közgyűlés, a tagok több mint felének a kétharmada dönthet. Tehát a felének a kétharmada. Ez használhatóbb mód, nyilvánvaló mindazokban a kérdésekben, amik nem kerülnek bebetonozásba az alapszabályba, mert annak a módosítása, most már elég nagy gyakorlattal rendelkezünk, rendkívül nehezen megy, és nagyon valószínű, hogy így is fog maradni. 100%. Ez csak azt fűzném még hozzá, hogy szövetségünk kezdeményezte a társasházi törvénynek bizonyos pontjainak a módosítását országos szövetségünkön keresztül. Ez is egy olyan kérdés, ami vitatkozni lehet, hiszen egy részvénytársaságnál, ahol milliárdokról döntenek, ott se kell 100%-os szavazat, vagy vegyük a parlamentet. Hát a parlamentben elképzelhetetlen, hogy 100%-os szavazat előírás legyen valamilyen döntésre, pedig ott nagyobb orderő kérdések vannak, mint egy társasháznál. Hogy várható, ezt nem tudom, de hogy ezt a problémát felvetettük a jogalkotó felé, ez biztos. Nagyon kevés időnk van hátra, ez az utolsó kérdésünket olvasnám fel. A 443-490-ről érkezett egy 10 emeletes házban, ahol nincs közös képviselő, ott kinek kéne megtartani az éves beszámolót a lakók felé? Hát ahol nincs közös képviselő, ott nincs kinek. Na most azt sem értem egészen kristálytisztán, mert ha egy társasházról van szó, egy 10 szintes társasházról, itt költségek vannak, amit össze kell valakinek gyűjteni, mert ennélkül nem működik. Tehát jönnek a vízszámla, jön a lépcsőházvilágítás, a lift, a liftügyelet, a hatósági fölülvizsgálatok és egyebek, ezek mind rendszeresen visszatérő összegek. Valakinek ezt össze kell gyűjteni. Most azt azért nem értem egészen, hogy miért nem lehetett ezt megválasztani közös képviselőnek, mert ezt valakinek végezni kell. Különben működésképtelen lenne az egész. Na most én azért azt javallanám, valamelyik tulajdonostárs hívja össze a közgyűlést, válasszanak egy közös képviselőt, mert ennélkül működni a mai feltételrendszerrel nem lehet, és tulajdonképpen a saját biztonságuk érdekében is, mert a közös képviselői megbízatás az rengeteg felelősséggel jár. És amennyiben megválasztották, akkor nyilvánvalóan
számon lehet kérni, akkor lehet tőle kérni elszámolást. Hát így most teljes létbizonytalanságban élnek ezek az emberek, valamilyen összeget beszednek tőle, és semmiféle visszajelzést nem kapnak, közgyűlést nem tartanak, senki ezzel az összeggel el nem számol. Tehát ez egy ex lege állapot a jogszabály szerint is, meg a tagok szempontjából is. Nagyon van-e olyan probléma, amire felhívná a figyelmet itt adásunk végén egy percben, amit jól lenne, a nézők tudnának? Én ismét csak azt mondanám, ezt már említettem korábban, hogy akkor tud működni megfelelően egy társasház és egy lakásszövetkezet is, hogyha a tagjai azok a döntéshozatalokban részt vesznek. Én erre hívnám fel a figyelmüket, hogy érdekelje őket a vagyonuk helyzete. Érdekelje a kis lakásuk helyzete, hiszen ma egy nagyon nagy értékek ezek, hiszen egy lakás, ugye Pécs városában tudjuk ma már, ugye jó pár millió forint. Tehát ne legyenek közömbösek, vegyenek részt kritikai észrevételeikkel és segítő szándékkal, hogy jól működjenek a társasházak is, meg a lakásszövetkezetek is. Uraim, köszönöm a tanácsot, az információkat. Kedves nézőink, én mára megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy hasznos információkkal szolgáltunk. Viszontlátásra!